következő mesét Szentpéteri Gábor küldi neked a KNTH gyógyvarázsmese doktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Kedves gyerekek! Gyerekkorom kedvenc mesét fogom nektek elolvasni. Bálint Ágnestől a Frakka macskák réme című könyvből két részt hoztam nektek. Az elsőnek az a cím, hogy Kié a karosszék. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kis kertes ház, abban lakott két kövér macska. Rajtuk kívül ott lakott még Károly bácsi és Irma néni. Nem voltak olyan kövérek, mint a macskáik, sőt, Károly bácsi kimondottan szikár volt. Nyáron át a kiskert tel is tele volt rózsával, nagy gyönyörűségére a szomszédkertből átlátogató méheknek. Károly bácsi és Irma néni télen sem volt nyíló rózsa nélkül, mikor pedig a rózsatövek földdel, hóval nyakig betakarva aludtak. Ilyenkor a két öreg rózsás bökréből reggelizett, rózsás tányérból kanalazta a levest, és rózsás függöny mögül leste a postást, jön-e már vajon a nyugdíjjal. Rózsás húzat borította azt a két régi módi öblös karosszéget is, amelyben Károly bácsi és Irma néni ebéd utánonként hol szundikált, hol újságot olvasott. Amikor a két öreg nem ült a rózsás húzatú karosszékben, helyüket azonnal elfoglalták a macskát. Károly bácsi karosszékébe Lukrécia telepedett, a borostyán sárga szemű kövér fekete macska, míg Irma néni karosszékét a még kövérebb, hófehér bundájú szerénke szokta megszállni. Szerénkének tengerzöld szeme volt, de ez ritkán látszott, mert a nap nagy részében lehúnyva tartotta. Egy szép napon Lukrécia így szólt Szerénkéhez. Legfőbb ideje, hogy Károly bácsit és Irma nénit leszoktassuk az újságolvasással egybekötött ebéd utáni szunyókállásról. Valami hasonló gondolat motoszkált az én fejemben is, vallotta meg Szerénke finom dorombolással. Olyan kényelmetlen ebéd után mindig kiszállni ebből a lágy, öblű karosszékből. Ezentúl nem is szállunk ki, határozta el Lukrécia, és lehúnyt a borostyán sárga szemét. Szerénke is lehúnyta az ő tengerzöld szemét, így aztán, amikor a két öreg zizegő újságlapokkal a kezében odatipegett, mindkét karosszékben édesen szendergő macskát talált, méghozzá olyannyira édesen szendergőt, hogy nem is volt szívük felébreszteni őket. Azaz, hogy a történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy Károly bácsinak hajjaj, lett volna szíve, ám de Irma néni nem engedte. Hadd aludjanak, szegénykék, terelte el Károly bácsit a rózsás húzatú foteltől. Mi el tudjuk olvasni azt az újságot a konyha széken ülve is. Mit volt mit tenni? A támlátlan, kemény ülőkén kuporogva Károly bácsi rossz kedvűen töprengett, hogy vajon az asszony féle szíve miért tud úgy megindulni egy alvó macska láttán. Azt is végig szerette volna gondolni, hogy a maga fajta férfi miért hagyja magát kényelmetlen dolgokra rábeszélni, azonban elbóbiskolt, és majdnem lecsúszott az ülőkéről. Ettől a naptól kezdve így ment ez minden ebéd után. A macskák a rózsás húzatú kényelmes karosszékben, két öreg meg a támlátlan ülőkéken, mert hogy a macskák véletlenül mindig épp akkor aludtak olyan édesen, hogy Irma nénnek nem volt szíve felzavarni őket. Károly bácsi meg a békesség kedvéért általában mindent ráhagyott élete párjára. Igaz, amikor Irma néni nem figyelt oda, meg kísérelte lezavarni a karosszékét bitorló Lukréciát, de mindannyiszor meg is bánta. A kövér macska ugyanis hangos nyávogással ment panaszra úrnőjéhez, és Károly bácsi egész este hallgathatta a példálózásokat arról, hogy aki a nála gyengébb, védtelen állatot bántja, attól embertársai se várjanak sok jót. Lukrécia is Szerénke egy este, mikor a két öreg már aludt, látogatóba ment. Egy Micike nevű barátnőjüket keresték fel a tejbolt raktárában. Micike szép, círmos cica volt, de Lukrécia soványnak találta. Mi az, neked nem adnak enni? Kérdezte, inkább csak tréfának számba a kérdést. Micike azonban váratlanul így felelt. Bizony nem igen adnak, azt tartják, van itt a raktárban elég egér, fogjak magamnak. Lukréciának torkán akadt a következő kérdés. Egér? Rebegte Szerénke előve. De hiszen az szalad. A szalad bizony, hagyta rá Micike. Futni kell utána, mondta Lukrécia borzadállyal a hangjában. Micike elnevette magát, hiszen abban nincs is hiba. Ha geret lát, utána vetem magam is egy-kettőre fülön csípem. Két kövér macska egymásra nézett, pillantásukban döbbenet tükröződött. Elképesztő maradiság, szólalt meg végül Lukrécia, futni az élelmiszer után, mint valamikor régen a múlt században. Micike zavarba jött. Miért? Hát ti mit esztek? Kérdezte félszegen. Azok megint összenéztek.
Mi is volt ma vacsorára? Merengett Lukrécia. Ó, igen, emlékszem, már túrós csúszat tejföllel, tepertővel. Igaz, déli maradék volt, de melegítve mondhatom neked még jobb. És ki melegíti meg nektek a túrós csúszát? Kérdezte Micike, növekvő tisztelettel. Természetesen a gazdasszonyunk. Végre is ő azért van, hogy melegítsen, főzzön, tejet langyítson. Igen, azért tartjuk őt, tette hozzá Szerénke. És mondhatom, nagyon meg vagyunk vele elégedve, ragadta magához Lukrécia a társalgás fonalát. Csendes, rendes, pontos, figyelmes, minden másnap csirke aprólékból főz levest, mert tudja, hogy kedveljük a puha, porcogós csontocskákat. Elhallgatott, majd kis szünet után folytatta. Károly bácsiról már korán sem tudnék ennyi jót mondani. Az kicsoda? Érdeklődött Micike. A komornyikunk. Egyébként Irma néni férje. Ő jár tejért, ő porciózza ki a foteljeinket. Tessék! Kerekedett nagyra Micike szeme. Foteljeitek is vannak? Igen, van két szép antik karosszékünk, válaszolt Lukrécia csevegő hangon. Többször rajta kaptuk ugyan Károly bácsit és Irma nénit, hogyha nem voltunk otthon, a mi foteljeinkbe terpeszkedtek, de már kineveltük belőlük ezt a csúnya szokást. Micike mindenre már szólni sem tudott, ő csak egy foszladozó hullámpapírdobozban szokott aludni, ahol is oldalát a súrolókefék sörtéi bögdösték. Szerencsére Szerénkének eszébe jutott, hogy inna egy kis langyos tejet, odafordult hát Lukréciához. Kedvesem, igen későre jár, ideje volna már hazatérnünk. És ilyenkor ének idején kockáztatott meg Micike még utolsó kérdést, hogyan juttok be a házba? Egyszerűen, mondta Lukrécia. Nyávogunk az ablak alatt, erre Irma néni föl kell, sietve papucsot ránt, és bebocsát bennünket. Nyávogtok az ablak alatt, és kutya nincs. Kutya! A két macska felkacagott. Kutya a mi házunkba. Na, még csak az kellene. Hazáig kacagtak Micike ostoba kérdését, még hogy kutya az ő házukban. Irma néni ugyancsak sietett őket az első nyávogásra bebocsátani. Nem akart, hogy Károly bácsit is fölverjék. A macskák azonban oda még folytatták a nyávogást, mert tejet óhajtottak inni. Langyos tejet. Károly bácsi természetesen fölébredt, és haragosan dörmögte. Ez már mégiscsak több a soknál. Éjfél után mászkálnak haza, és még van merszük bekéreckedni. Aludjanak a padláson. Lukréci éppen tejet lefetyelt, és bár kedve lett volna csípősen rányávulni Károly bácsira, a tej lefetyelés kellemes műveletét nem hagyta abba. Különben is felesleges lett volna egy szót is szólnia. Irma néni szólt ő helyette is. Aludj, Károly, és ne beszélgess, mert kimegy a szemedből az álom. Károly bácsi szeméből már kiszállt az álom. Nagy sokára aludt csak el, és akkor azt álmodta, hogy egy szép nagy kutya szegődött hozzá. Szép nagy kutya, amely ki nem állhatta a macskákat. Ez az álom egyébként nem volt véletlen. Károly bácsi ébren is gyakran álmodozott egy olyan kutyáról, amelyik macskát reggelizik, macskát evédel, macskát vacsorázik. Egy szép napon Károly bácsi levelet kapott. Volt osztálytársai hívták érettségi találkozóra. Mi az az érettségi találkozó? Kérdezte Szerénke Lukréciától, aki éppen Károly bácsi meleg gyapjú mellényét gyűrte maga alá, hogy minél puhábban feküdjék. Lukrécia lesújtó pillantást vetett rá, bosszantotta ugyanis Szerénke tudatlansága. Ha iskolába járnál, kezdte mégis a magyarázatot, az évek során úgy összebarátkoznál osztálytársaiddal, hogy végül nehezedre esnék tőlük a búcsú. Attól függ, kik lennének az osztálytársaim, jegyezte meg Szerénke. Ha például kutyákkal járnék, vagy tegyük fel, hogy macskákkal járnál együtt, szakította félbe Lukrécia türelmetlenül, és érettségi után, mielőtt szétszélednétek, megfogadnátok, hogy 5 évenként találkozni fogtok. Á, kezdem érteni, dorombolt a Szerénke. Annak idején Károly bácsi is megbeszélte az ő osztálytársaival. Elég rosszul tette, szólt közben Lukrécia. Nem tudom, ha Károly bácsi holnap elutazik arra a találkozóra, mintha nem találkozott volna már elégszer ennyi év során az osztálytársaival, hogy akkor kihoz nekünk tejet. Lukrécia aggodalma nem volt teljesen alaptalan. A két öreget a meghívás annyira felkavarta, hogy azt se tudták, hol a fejük. A sötét öltönyedet épp most naftalinoztam be, sopánkodott Irma néni. Áj, kiszellőzik, igyekezett megnyugtatni Károly bácsi. Nagyobb baj, hogy meg kell nyíratkoznom, meg új fűző is kell a fekete cipőmbe. Irma néni egy kis bőrtokot keresett, amelyikben összehajtogatott flanell törlő ruhácska és egy vászonlapra felragasztott fényes fekete cipőpaszta korongocskák voltak. Ennyi, hát hová is tettem, a minap volt a kezemben, még gondoltam is, milyen kár, hogy soha nem utazunk, senki sem veszi használt ennek az ügyes kis úti cipős tisztító felszerelésnek. Inkább a jó meleg gyapjú mellényemet keresnéd meg. És az esernyőm hol van? A múltkor te mentél le a temetőbe.
Ja, ernyőt is viszel? Hát, ha nem fog esni, és csak elhagyul út közben. Mindenről szó esett, arról is, hogy apjú mellénye Lukrécia tehénkedik, csak arról nem, hogy ki hoz majd tejet. És másnap Irma néni bizony csak Károly bácsi elutazása után kapott észbe. Szent Habakuk, egy csöp nem sok, annyi tej sincs itthon, mit adok szegény macskáimnak? Szegény macskák olyan szemrehányó pillantásokat löveltek Irma nénire, hogy az tüstént felcserélte fehér nyúlprémmel díszített kényelmes házi cipőjét, egy pár kényelmetlen, nyikorgó, keményen kopogó sarkú lábhűre, és fájós láb ide, fájós láb oda, eltipegett a tejboltba. Mire hazaért a macskák, a szépen bevetett ágy közepén feküdtek, a frissen vasalt fehér csipketerítőn. Ennye, ennye, cicuskáim, szólt Irma néni megrovó hangon, hát nektek már a karos szék sem elég jó? A macskák a feddésre még a szemüket sem nyitották ki. Akkor méltóztattak csak leszállni a csipketerítőről, mikor Irma néni kitöltötte a meglangyosított tejet a kicsi, rózsás perlő tányérkánkba. Így telt el az egész áldott nap, szendergés itt, szendergés ott, egy kis falatozás ekkor, egy kis falatozás akkor. Milyen szép is tud lenni az a macska élet. Alkonyat tájban Irma néni elkezdett nyugtalankodni. Az esti vonat érkezéséig még volt vagy két óra, de Irma néni már most megborzongott arra a gondolatra, hogy mi lesz, ha Károly bácsi nem érkezik meg azzal a vonattal. Hát, ha lekési. A következő vonat csak éjfél után ér ide, és addig hány rabló settengedhet a kász körül, sötétben. A növekvő homályban Irma néni olyan férfiakat vélt látni, akik fekete selyemharisnyát húztak a fejükre állarcgyanánt. Szerencsére Irma néni időben rájött, hogy a rémképek ellen legjobb orvosság, ha megvacsorázik. Hideg sültet evett, azt készített Károly bácsinak is, és délről maradt rizsfel fújtat eperleklárral. A rizsfelfújból Szerénke is kért, lévén ő az édességek nagy kedvelője. Lukrécia csak húst evett. Mihelyt jól lakott, Irma néni nem fél többé se betörőktől, se besúranó tolvajoktól. Mindössze elálmosodott. Ágyba bújt, és bekapcsolta a rádiót. Szép halkan szólt a zene, a két macska is elhelyezkedett az ágy végében. A jó puha frottír köntösön, amit azért kellett odateríteni, hogy a macskák ki nem állhatták, ha karmuk beleakadt a paplan síkos selyemhúzatába. Ezt egyébként Irma néni sem szerette. Már éppen bóbiskolni kezdtek, amikor megzördült a kulcs az árban. Irma néni szeméből tüstén kiröppent az álom. Itthon a gazdi, sietett közölni az örömhírt a macskákkal, azok azonban fülüket sem billegtették erre. Még Károly bácsi öreges köhécselése sem verte ki a szemükből az álmot, sem az a koppanás, ami azt jelentett, hogy Károly bácsi nem hagyta el az esernyőt, hanem szerencsésen hazahozta, és már el is helyezte a kutya formájú esernyőtartóban. Az esernyőtartó csak szemből látszott zöld bársonypárnán trónuló uszkárnak, oldalról nézve kiderült, hogy az egész csak egy kutyaformájúra kivágott és szépen befestett vaslemez, amelynek hátoldalára karikát, az alá pedig bádogtálcát erősítette, hogy abba csepegjen az esernyőről a víz. Azt a kutyaformájú esernyőtartót Károly bácsi még az úgy megboldogult édesmamájától örökölte, és ő nevezte el kiskorában esernyős pudlinak. Esernyős pudli tehát zörnyült egyet, midőn Károly bácsi belecsúsztatta az ernyőt a háta mögötti vaskarikákba. Aztán mordult egyet. Legalábbis Irma néni, mikor az előszobánál egy kutya mély mordulását vélte hallani, önkéntelen arra gondolt, minthogy más kutya nincs ott, csak is esernyős pudli moroghat. Következő pillanatban kinyílt az ajtó, és honnan nem, egy eleven kutya dugta be rajta az orrát. Egy jól megtermett vizsla. Szőre ragyogott, mint a vörös részkancsók. Orra nem ragyogott, de vörös volt az is. És ez a vörös vizslaor élénken, mozogva szimatolt egy pillanatig. De aztán csak egy pillanatig, mert a következő pillanat már ott állt Irma néni aranysárga selyempaplanán, és rátátott szájjal a macskákat leste. Ha nem ketten lettek volna, valószínűleg be is kapta volna Szerénkét vagy Lukréciát. Míg azonban habozott, hogy a két kövér macska közül melyik volna jobb falat, Irma néni magához tért a rémületből, és ráborított a védtelen macskákra egy párnát, közben torka szakadtából kiabált: segítség, segítség, Károly, hol vagy? Itt vagyok, mit kiabálsz? Felelte Károly bácsi, aki előbb gondosan levetette a felöltőjét, és csak azután lépett a szobába. Miféle kutya ez itt, Károly? Kapkodott Irma néni levegő után. Miféle fenevadat szabadítottál a macskáimra? Leonnét frak! Vezényelt Károly bácsi válasz helyett a vizslának, az azonban nem hederített rá. Nagy karmos mancsával rácsapott a párnára, mire az alól kiugrott a két kövér macska. Szerényke az ágy alá menekült, Lukrécia viszont felugrott a szekrény tetejére. A vizsla eleinte csak a fejét kapkodta, majd Szerénykét követve benyomult Irma néni ágy alá olyan erővel, hogy Irma néni egy, a viharos tengeren hánykódó sajkában kezdte érezni magát. Segítség! Kezdte el újra a sivalkodást, Károly, zavart ki ezt a szörnyeteget, megeszi a macskáimat.
Nem árt azoknak egy kis mozgás, mondta Károly bácsi gyönyör teljes pillantással kísérve, az ágy alól valósággal kiröppenő szerénki. A kövér fehér macska a szekrény tetejére szeretett volna eljutni Lukréciához, de csak a fiókos szekrényt ért el. Oda viszont könnyedén utána ugrott a vizsla is. Károly bácsinak a szép, sorba rakott tartalék szemüvegei szana szétrepültek. No, mondta erre Károly bácsi. No, most már elég legyen frak. Már befejeztük a macska írtást. Irma nénivel forogni kezdett a világ. Lehet, hogy nem is Károly bácsi jött haza ezzel a vörös orvú szörnyeteggel, hanem egy titokzatos idegen, aki csalódási kíván hasonlít Károly bácsihoz. A hangja is, a mozdulata is, a tüskés szemöldöke is, csak éppen ezek a szavak. Károly bácsi soha életében nem beszélt még így. Károly bácsi, mert hogy ő volt az, csak az érettségi találkozó óta valahogy megváltozott, most a jó öreg Károly bácsi felrakta a szerénykét is a szekrény tetejére. Így né, mondta rendkívül nagy elégedettséggel a hangjában. Ma ott fogtok aludni. Frak, a te helyed pedig itt lesz az ágyam előtt, ezen a szép virágos szőnyegen. És ha valamelyik macska? Hát ez a kutya itt marad? Szörnyettel írva ném. Itt akarod tartani? A mi békés kis otthonunkban? Nagyon jó helye lesz itt, jelentette ki Károly bácsi maga biztosan. Egyik volt osztálytársam kért meg, a Jenő, hogy vállaljam a vizsláját, mert felköldözik vidékről a gyerekeihez Pestre. Félt, hogy az 5. emeleti lakásban frak nem érezni jól magát. Minthogy nekünk kertes házunk van, és 2 macskánk csappant fel írmani. Károly, Károly, hát azokra nem gondoltál? Dehogy is nem. Sietett megnyugtatni Károly bácsi. Elsősorban rájuk gondoltam. Azért is vállaltam el frakot habozás nélkül, mert Jenő mondta, hogy ez a kutya nem tűri a macskákat.